A szép őszi, napsütéses pénteken a felvidéki hetényről a Tábita bábcsoport látogatott el Zsobokra. A napot a zsoboki református templom megtekintésével kezdték, ahonnan átvonultak a kultúrházba, és Écsi Gyöngyi lelkészasszony vezénylete alatt szorgos hangyák módjára pillanatok alatt pakolták ki a buszból az előadás díszleteit és jelmezeit. Míg tartott a berendezkedés, a lelkészasszonnyal beszélgettem a bábcsoport létrejöttéről, céljairól, terveiről. Ez a bábcsoport azért jött létre, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, dolgozzunk bibliai történetekkel, hogy magunkévá tegyük ezt az üzenetet, mert nem olyan könnyű ma már megélni, különösképpen, hogy a falu közösségek kicsit szétestek, megbomlottak, és nagyon-nagyon nehéz a gyülekezetet összetartani. A gyerekeket még nehezebb összetartani, hiszen annyi felé viszi őket a világ, a digitális generációt valamiképpen elvarázsolni tudni, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és én abban bíztam, hogy a bibliai történetek és a nagyon-nagyon ötletes bábok, amiket ők maguk tudnak készíteni, ezek összetudják őket fogni, és hála Istennek az Isten megáldotta ezt az igyekezetet, mert egy nagyszerű közösség jött létre, 14 éve már, hogy ezek a gyerekek dolgoznak, tehát alapiskolástól, gimnazistáig, most még egyetemisták is vannak velünk, akik visszajárnak, bábozunk, több történetünk is van, tehát átlag úgy két évente csináltunk egy új történetet, van Noé bárkája, Jónás és a Cethal, most láthatták a gyerekek a Dávid és Góliátot, a Bábel tornyát, és van egy színdarabunk is, a József és a testvérei. Erre az útra azért indultunk, mert nekem nagyon nagy vágyam volt, hogy a mi gyermekeink a Hetényi Mátyusföldön beleérezzenek, hogy 1000 kilométerrel tovább is magyar kultúra van, és magyar gyerekek vannak, és ugyanúgy szórványban élnek, nem a szlovákkal küzdenek, hanem a román nyelvvel küzdenek, és a mindennapokért pontosan úgy küzdenek, és hogy én tudtam azt, hogy az erdélyi nép a maga egyszerűségében annyira míves, annyira kézműves, annyira fontos neki a gyökere, a gyökereinek a szépsége, amilyen virágba borul, hogy ezt nagyon kívántam, hogy lássa meg a gyülekezet is, és azért jöttünk ide. A bábcsoport elsőként a Bábel tornyát adta elő, melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak, hiszen jól ismerték a történetet. Templom, Istenháza. Még, hogy Istenháza? Ez csak egy magas ház. Nem lakik benne az Isten. Ő magasszal lakik. Másszatok fel hozzá. Nézzétek meg. Építsünk egy olyan magas tornyot, amelynek a teteje egészen az égig ér. Nagyon híresek leszünk. Szép, szép. Magas szabra, hogy én miért nem nőttem nagyobbra, mikor fogok oda felé, mi ahová a nagyobb? Licskás, nacskos, taszíló, rögyök rajta a bugyogó, ha-ha-ha! Éva, kutyog az égba! Erka, Petka, Poloska, ha-ha-ha! Kilátszik a vízipuska, ha-ha-ha! Második darabként pedig a nem kisebb sikernek örvendő Dávid és Góliát történetét elevenítették meg a színpadon. A gyerekeknek leginkább az óriás méretű Góliát bábja tetszett. Holnap lesz a 40. napja, hogy kiálltok hozzátok. Elég már! Állítsatok már ki valakit! Hogy nem szégyeljétek magatokat! Gyáva nyulak! Gyere! Csak kapjalak a kezeim közé! Ölj meg!
megrapogtatlak. Kutyák visszák a vénere. Pörkültet csinálok a füleid hüvesztére. Uram, segíts! A végén minden kis nebulónak lehetősége volt közelebbről is megszemlélni a bábokat. A 2 méteres Góliátra, aki fel sem fért a színpadra, mindenki nagyon kíváncsi volt. Élményekkel gazdagodva térhettek vissza hajlékaikba, ahol tovább folytatódott bennük a történet. Volt, aki Góliáttal, volt, aki a zebrával azonosította magát, bár némi gondolkodás után rájött, hogy a zebra mégsem ebben a történetben van. Szimeon, elmondod nekem, hogy hogy tetszett neked az előadás? Jól tetszett, és vidám volt, és lehet röhögni rajta, és amikor a bármilyen tornyát lerombolt, az volt a legjobb. Meg amikor a partjával leütötték a Goliátot. Az nagyon tetszett? Igen, meg a bárány is, meg az oroszlán is. És hogyha valamelyik jelmezbe bele kellene bújni, melyikbe bújnál bele? Én a zebrába. De ott volt zebra? Nem. Góliátba. A Góliátba? És miért éppen a Góliátba? Mert ő félelmetes. Igen? De hát végül mégis... Meg lehet ijeszgetni mindenkit, meg a kígyóba. És az nem baj, hogy Dávid legyőzte? Hát végül de is meghalt? De baj. De baj. Akkor kinek bújnál még a bőrébe? A bárányokba, az oroszlánba és a Dávidba. Az előadás után a csoport átsétált a zsoboktól 4 kilométerre fekvő sztánára, ahol megtekintették a varjúvárat. Ezután következett az otthonban lakó nebulókkal a közös ebéd és ajándékoztás, aminek a gyerekek nagyon örültek.